Egy nő számára az öltözködés folyamatos önkifejezési lehetőség, de egyben kihívás is. Éva, milyen alapdarabokkal kell rendelkeznie egy nőnek, hogy minden létező rendezvényre fel tudjon öltözni? Igen, ezt nagyon jól mondod. Az a lényeg, hogy úgy válogass össze az alapdarabokat, hogy valóban mindenhová el tudjon menni. Tehát mindenképpen szükség van egy farmer nadrágra, mellé lehet egy bőrcseki, mellé lehet egy kicsit hosszabb, mondjuk egy ballonkabát, ugye jön a tavasz, az alapdarab a fekete, a kis fekete, amit ugye mindenkinek a gardróbban helyet kell biztosítani. Emellett szükségünk lehet egy estéruhára, egy kicsit hosszabb koktélruhára, mert hogyha a dress code azt megköveteli, hogy a térdünk ne látszon ki, akkor erre is figyeljünk oda. A nők többsége már magától a szótól is, hogy estéruha, egy kicsikét így megrettem, mert ritkán viseli. Mi az az alapdarab, amitől úgy nem kell félni, ami mondjuk kellően könnyed ahhoz, hogy jól érezzük magunkat benne egy egész éjszaka folyamán? A legfontosabb, hogy az egyéniségünket vegyük figyelembe. Tehát vannak egyszerű, minimál stílusú estéruhák, és vannak kicsit hivalkodóbbak. Azt nyilvánvaló, hogy sokkal jobban kell tudni viselni. Az estéruhák kiválasztásánál mindenképpen az alkatunkat vegyük figyelembe. Nagyon divat az idén a deréktől lefelé kitartott hosszú szoknya, és ez lehet pillangós, lehet virágos, lehet színes, hiszen megyünk a tavasz felé, és ezeket fel lehet venni gyakorlatilag egy bármilyen, kicsit elegánsabb rendezvényre, még akár esküvőre is. A bőrcseki számomra örök favorit, gyakorlatilag bármihez, még egy estéruhához is fel lehet venni, de mivel viseljük, hogyha a szexis megjelenés a cél? Rengetegféle bőrcseki van, színes, az idén nagyon divat a színes. A színes bőrcsekiknél figyelembe vehetjük a színes farmer nadrágot is, és akár lehet egyszínű is, lehet más színű is, ezt kombinálhatjuk. A szexisen belül is vannak kategóriák, hogyha színes farmer nadrággal fölveszünk akár azonos színű bőrcsekit, vagy lehet színeltérés is, akkor mehetünk az utcán, vagy mehetünk egy moziba, bárhová, de hogyha fölveszünk ezt egy szűk szoknyával, vagy akár a kis feketével, akkor tényleg szexis lehet. De természetesen az örök klasszikus a fekete, és azt is díszít. Hetjük szegecsekkel, aranyszegecsekkel, és nem mindegy, hogy kinyitva hordjuk, és mit veszünk alá. Alá veszünk egy szexis, átlátszó csipkefelsőt, és már mehetünk is. A kis fekete ruháról, hogyha már alapdarabok, akkor nem lehet nem beszélni. Mitől lesz egy kicsikét olyan üdébb, olyan frissebb, olyan másabb, olyan nem egy átlagos kis fekete ruhánk? A kis feketét is nagyon izgalmassá lehet tenni, hiszen nem feltétlen muszáj, hogy ez teljesen sima legyen. Itt is az anyagok játéka nagyon fontos. Tehát rávarnak egy plisszírozott csíkot, egy fodrot, egy csipkebetétet, vagy ferdén van az alja levágva, vagy csak félig van puffosan az ujja megoldva. Nagyon-nagyon sokféleképpen lehet a kis feketével játszani. Csipke, mint örök klasszikus anyagválasztás, hogyan van most jelen a trendekben? Nagyon divat a csipke, divat a klasszikus fényes csipke, és divat a pamut csipke is. Ezt kombinálják mindenféle anyaggal, muszlinnal, és bármi nemű más anyaggal, ezért lehet elegáns, és lehet sportos is. Például nagyon klassz lehet egy bomber jacket csipkéből elkészítve. Mik azok a szabásvonalak, amikkel leginkább lehet játszani az idén, amik a legvariálhatóbbak? Nagyon divat ez a lezser elegancia, a könnyedebb anyagok, a muszlin, ami lehet, hogy csak térdig van kibélelve, a ruha ugyanakkor hosszú, bő az ujja, tölcsérújú, mélyebb lehet a kivágása, öve van, és mindenképpen érződik az egészen, hogy lezser, kényelmes, ugyanakkor végtelen elegáns tud lenni. Ha földobjuk egy aranyövvel, akkor pedig különösen. Itt a tavasz, ami nem működhet virágok nélkül, virágos anyagokat látok mindenhol az üzletekben. Mitől lesz egy kicsit más egy virágos ruha, hogy ne legyen mondjuk unalmas hatású? Semmi sem sok, akár piros, akár narancssárga, akár ez a vadzöld, ami most nagyon divat, és ez az alapszíne a ruhának, és ez van még virágokkal feldobva, akkor sem lesz sok. Úgyhogy mindenkinek mondom, hogy bátran öltözködjön most tavasszal és nyáron, mert a színek nagyon-nagyon előtérbe kerültek. Mi az a díszítő elem, amit most kiemelnél ebben a szezonban, ami olyan nagyon meghatározó? Mindenképpen a gyöngyöt emelném ki, mindenre gyöngyöt varnak, a könnyedebb anyagokra, a farmerra, a táskára, a bőrcsekire, mindenen gyöngy van. Nem is emlékszem, hogy valaha a gyöngyöt ilyen intenzíven használták volna. Együttműködő partnerünk a Colorado Fashion.